Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. Ezúttal egy energiai kártyát húztam ki, ami itt van középen. Úgy éreztem, ennek a kártyának most van egy jelentősége. Mégpedig, hogy kinyílik itt egy ajtó. Mint a portálnapoknál is kinyílik egy égi kapu, és itt van az isteni beavatkozás, segítség, sőt azt is mondhatnám, hogy gondolatban együtt vagytok, hogy megvan a vonzalom, vagy megvan ez az energiai kapcsolat kettőtök között, vagy van egy ilyen telepátikus kapcsolat kettőtök között, amit a kép még jelent, hogy itt kinyílik valami, ő nyitottabb lesz, meg lesznek lehetőségek. Hogy mi az ő gondolata, vagy milyen tervei vannak, az itt középen felül és alul látható. Itt az érmék jelentik az anyagi helyzetét, odafigyel az anyagiakra. Persze jelentik a munkát is, hiszen ez összefügg egymással, azon kívül látható a képen, hogy dolgozik, hogy szorgalmas. Az egyetlen probléma az, hogy alig van szabad ideje, meg nem kapja meg az elismerést úgy, ahogy ő ezt megérdemelné, vagy elvárná. Valamit szeretne ezen változtatni. És itt látható a mozgás, amit ő tervez. Hiszen a múltat le akarja zárni, az egyik partot elhagyjátok, és ő evez egy új part fele, és ezek a változások, ez lett munkahelyi változás, ez lett költözködés, ez lehet, hogy közeledik hozzád, vagy változik valami kettőtök között, hiszen nem akar olyan sokat dolgozni, hanem az a terve, hogy több időt fog rád szánni. És az érzelmeit itt bal oldalon látjuk mindkét képen. A kelyhek vannak, és a kelyhek jelentik az érzelmeket. Itt megvan a vidámság, baráti kapcsolatok, ez lehet egy ünnepség. Lehet, hogy ott lesz, mert arra vár, azt reméli, hogy te is ott vagy, hiszen látni akar téged. Egyrészt, mert a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, másrészt itt van a két kehely, és itt odafigyeltek egymásra, megvannak az érzelmek, lesz közeledés. Azt is jelenthetik a képek, hogy van itt ez a vidámság, vagy valamilyen ünnepség, hogy ő ott megjelenik, te esetleg úgy gondolod, hogy valaki mást akar látni, vagy megismerkedik valakivel, de nem így van, hiszen a nap jelenti a valóságot, és megbízhatsz benne, mert kimondja az igazat, és tulajdonképpen téged akar látni, vagy ezen az ünnepségen, vagy ennek ellenére lesz majd itt egy találkozás, egy közeledés. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Mindkét kártyán a kelyhek vannak, és a kelyhek jelentik az érzelmeket, de nála vannak korlátozások. Itt a kelyhek a háttérben úgy jelennek meg, mint egy kerítés. Amikor ő észreveszi ezt a kerítést, hiszen elérkezett a kerítésig, de nem tudja, hogy mi van a kerítés mögött. Nem tudja, hogy tudna ezt átlépni, hogy tudna átmászni a kerítésen, mert nem tudja, hogy hogy reagálsz. Itt is átnyújtja a kelyheket, de néha úgy érzi, hogy nem veszed észre,
vagy nem akarod elfogadni. Ezért vannak nála korlátozások, hiszen bizonytalan, nem tudja, hogy hogy reagálsz erre, hogy örülsz-e annak, ha jön, hogy elfogadod-e az érzelmeit, hogy megbízol-e benne, igen vagy sem. Ami mindkettőtök részére fontos, ez a belső nyugalom, a belső harmónia és persze a bizalom. Itt kezébe veszi az aranyérmét. Odafigyel az anyagiakra, meg odafigyel az értékekre is. Ő értékel téged. De vannak elvárásai, szeretné azt, ha te is értékelnéd őt. Lehet, hogy lesznek nála munkahelyi változások, ebben az esetben ez a kép itt, holott érzelmekről van szó, de a kettes szám jelenthet néha szerződéseket is. Tervez veled egy új kezdetet. Érdekes, hogy itt 9 darab van a kehelyből, ami jelenti az ő korlátozásait, de átteszi ezen magát, hiszen itt már 10 kehely van, és az azt jelenti, itt indul egy új kezdet, és egy boldog időszak, hiszen ezt tervezi. Itt vannak emlékek a múltból, és egy kis nosztalgia. Lehet, hogy itt ez az ünnepség összefügg a gyermekkorával, hogy valaki rendezi ezt az ünnepséget, szervezi ezt az ünnepséget, lesz egy meghívás, és ismeri a gyermekkorából. Ez lehet családi ünnepség, családi kapcsolat is. Ha ő közeledik, és kimutatja az érzelmeit, és te visszahúzódó vagy, nem mered elfogadni, vagy nem veszed észre, akkor ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy itt összeomlik minden. Nagyon bizonytalan lesz ebben a helyzetben, holott itt látható, hogy vannak jó érzelmek irányodba, és hogy szeretne veled egy új kezdetet, de bizonytalan. Ami fontos, a belső nyugalom, az egyensúly, a harmónia és a bizalom, megbízni abban, hogy a sors utatok kereszteződik, minden úgy lesz, ahogy a fő papnő közli, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Nála vannak félelmek, meg korlátozások, mert fél attól, hogy minden összeomlik, mert te nem akarod őt, vagy nem veszed észre, hogy milyen szándékokkal közeledik, vagy nem bízol meg benne, de annyira szeret téged, hogy összeszedi a bátorságát, és majd ki fogja mutatni az érzelmeit, lépéseket tesz feléd, kicsit bizonytalan ugyan, de mégis látható, hogy nyitott, egy pár kapcsolatról beszélni, kimutatja az érzelmeit. Az ő jelenlegi helyzete, itt Justícia istennő látható a képen, ez lehet egy bírósági ügy, vagy azt is jelentheti a kártya, hogy ő átélt valamit, ami eddig igazságtalannak tűnt, de ő lezárja ezt a helyzetet, és itt a mérleg jelenti azt, hogy kell számára a belső nyugalom, az egyensúly, ami itt is látható. A te jelenlegi helyzetet, itt
itt lesz egy találkozás, közeledés, a kelyhek jelentik az érzelmeket, a kártya ugyanazt jelenti, ahogy ő is érzi, hogy mennyire fontos lenne, hogy itt kinyitódjon ez az ajtó, és legyen egy találkozás, hiszen kopogtat majd az ajtódon, meg akar látogatni téged. Itt is látható a találkozás, sőt, itt is. És ez volt ez az általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, és itt említeném meg, hogy havonta megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető, és minden hónapban vannak kedvezmények. És ha tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!